Egyszerre két kamiont is kivezetnek a forgalomból az M3-ason. Egy nemzetközi közlekedésrendészeti akció keretében 4 napon keresztül kiemelten ellenőrizték a közúti áru- és személyszállítást végző járműveket és ezek sofőrjeit a vármegyében. Itt éppen a rakteret vizsgálják a rendőrök, de az egész járművet, a szállításhoz szükséges papírokat is alaposan átnézik. Természetesen a szondázás sem marad el. A vezetés és a pihenési idő, mivel ez a tergépjárművek és a buszok esetében is igaz lehet, illetve a tergépjárművek esetében a veszélyes áruszállításnak a szabályosságát, az ADR, illetve az ARTR ellenőrzést más néven rövidítve így használjuk, és akkor ezt alkalmazzák, illetve ezt ellenőrzik a kollégák, hogy megfelelően alkalmazzák a különböző szabályokat, a tahográfot megfelelően használják el a járművezetők. Az ellenőrzés május 8-ától 11-ig tartott a vármegyében. A razzia az illegális migráció, az embercsempészés, a kábítószerrel, valamint lőfegyverrel kapcsolatos, illetve a vagyon elleni bűncselekmények felderítésére, megszakítására is kiterjedt.